Kalmár Ákos egy ideje korosztálya egyik legnagyobb tehetségének számít. Az idei évben 800 és 1500 méter gyorson kivívta a szereplés jogát a korosztályos Európa, valamint világbajnokságon. Ennek megfelelően esélyesként érkezett a Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Országos Bajnokságra, ahol az érmekért szállt harcba. Ugye 800-on és 1500-on ott szerettem volna nyerni, sikerült is, és a 400-on a győzelem az meglepetésként tört, mert harmadik időm volt a magyar ranglistán, ehhez képest most első időt úsztam a idei Európa ranglistán, szóval az jobban sikerült, mint vártam. Pass Ferenc hosszú évtizedek óta dolgozik a sportágban, de még őt is sikerült most meglepni. A tréner az érmekkel ugyan számolt előzetesen, de az órának nem nagyon akart hinni. Megmondom őszintén, az idő eredményeivel kicsit lesokkolt engem, tehát a meglepetésen túl tényleg nem tudtam mit kezdeni hirtelen az időkkel, ugyanis tudtam, ma nem hoztam formába, ennek ellenére hatalmas egyéni csúcsokat úszott. Az, hogy megnyert az 1500-at vagy 800-at, hát megmondom őszintén, ez kicsit papírforma dolog volt. Bíztunk benne, hogy itt megnyeri. A 400 gyors az inkább hab volt a tortán. A mostani remek teljesítmény jó alapja lehet a 4 hét múlva esedékes ifjúsági Európa-bajnokságnak, amit Izraelben rendeznek meg. Az országos bajnokság másik bajai indulója, a még serdülőkorú Réfi András, szintén jó időeredményekkel rukkolt elő a seregszemlén.